Vendégünk Zeffer András. Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ciao, hello. Nagyjából egy évvel ezelőtt született meg a Sárkányok Földje című dal, és azóta is előszeretettel játszátok a koncerteken, de most akkor ugorjunk vissza egy kicsit az időben, és mesélj nekünk arról, hogy hogyan készítettétek el ezt a dalt. Az a helyzet, hogy már régóta tervem volt, hogy készítsünk egy új dalt, mert rengeteg sorlemez jelenik meg sorba-sorba két-három évente, de most az a trendi is igazából, hogy igazából egy dalt csinálni, azt jó körbejárni, ahhoz egy videóklipet, és akkor így tovább és tovább. Ez a dal elkészült közel egy évvel ezelőtt, és akkor még változtatgattunk rajta a témáját, illetően a stílusát, az egészet, hogy még kibontakozzon, és igazából mostanra ért be a dal úgy, hogy ebből egy videóklip is készülhessen. A zenei része legfőképp ugye a te műved, viszont a dalszöveget Horváth Attila, hogy előbb itt a kulisszák mögött beszéltük, a nagy Horváth Attila. A Horváth Attila írta. Milyen volt most vele újra a közös munka? Ugye ő azért rengeteg nagyon nagy magyar slágért írt, többek között nektek is nem egy dalszöveg. Rengeteg lemezünk van, közös lemezünk, rengeteg dalunk van. Nekem a kapcsolatom Attilával a munka és a baráti kapcsolat is több mint 25 évre tekint már vissza. Attila, ha jól tudom, több mint 500 szöveget írt életében, és hát nekünk is rengeteget. A barát és a munka kapcsolatunk az tökéletes, azt kell, hogy mondjam. Sokan sokféleképpen értelmezhetnek egy dalszöveget, ugye ez most a Sárkányok Földje címet kapta. Számodra mit jelent a Sárkányok Földje, mivel állítanád párhuzamba? A Sárkányok Földje, én úgy gondolom, az a terület, ahol igazából az agresszió jelen van. Elsősorban a háborús területekről beszélünk, de nem csak a háborús területek. Tehát mindenhol az agresszivitás megjelenik, akár egy családon belül is például lehet agresszív szülő részek, disznó, aki ütver, vág, nyugtalanságot, békétlenséget szít, az is egy Sárkányok Földje terület. És minden olyan, ahol ez a békétlenség megjelenik, az egy ilyen Sárkányok Földje terület a Földön. És egyre nagyobb és nagyobb ilyen területek kezdenek kialakulni az utóbbi évtizedekben a világon, és félő, hogy most már jó lenne ezeket a Sárkányok Földjét egy kicsit megszelídíteni. Igen, izgalmas képi világot álmodtatok meg, ugye egy katona életét, de hát nagyon hosszú életét mutatjátok be, mert hogy korszakokon keresztül Igen. látjuk ezt a katonát, és látjuk, hogy nagyjából milyen háborúk voltak a világ történelemben. Ki volt a fő koncepció, vagy ki találta ki ezt az alapkoncepciót, és miért pont így mutatjátok be magát a Sárkányok Földjét? Igazából, amikor a szöveg elkészült, elég nehéz volt ezt valahogy meg is, képileg is megvalósítani. És akkor jött egy olyan ötlet a stábnak a gyártásvezetőjével, aki konkrétan a lányom, Zeffer Bettina, és hogy átgondolta, átlátta, átolvasta az egészet, és nagyon jó alapötlete volt neki ezt, hogy tulajdonképpen egy katonán keresztül vigyük végig a korszakokat, és hogy minden korszakban megjelenik a háború. És olyan apró részletességekkel, hogy a mi korszakot nem tudtunk ruhába felöltöztetni, ott változtattunk a római kori katona, de középkori karddal, tehát mindenhol ott vagyunk, és mindenhol jelen van sajnos ez az agresszivitás. Így egy katonán keresztül mutattuk be ezt végig a napjainkig, amikor is a végén már a katona eldobja a mai modern fegyverét, és a kislányhoz fordul a klip végén, aki egy kis sárkánnyal játszik éppen, és félve, de óvatosan megfogja a kisgyerek a katona kezét, és együtt mennek tovább fegyver nélkül már. Jó lenne ezt megélni. Most egy picit visszavonultok a próbatermetekbe, nem úgy, hanem a próbaterembe, hiszen nagy durranásra készültök januárban egy dupla koncertre, dupla mobilmánia koncertre. Mesélj, mi vár a közönségre? Az a helyzet, hogy régi álmom válik valóra, hogy egy dupla koncertet fogunk adni Budapesten, a Barba Negra Redben, az új Barba Negra csodálatos csarnokában. És ez egy nagyon nagy vállalkozás, mert kettő napot megcsinálni az nem egyszerű, mert hatalmas a terület, a ház, a helység, rengetegen férünk be, és nagyon sok embert is várunk. Ugye a mi nevünk az, hogy mobilmánia. Az adódik abból, hogy az életünk egyik felét a mobilban, a P-mobilban töltöttük el, és a második felét gyakorlatilag a mobilmániában, ami rövidesen 15 éves lesz jövőre. Így azt találtam ki, hogy január 13-án 100% mobil dalok lesznek, tehát P-mobil dalaink lesznek, és 14-én pedig 100% mánia, mobilmánia dalok lesznek vendégekkel, és gyakorlatilag olyan dalok, amiket annak idején mi és a mai napig is nagyon-nagyon hitelesen tudunk eljátszani.
le lehet valamilyen leplet húzni akár a vendégek nevéről? Bármit lehet spoilerezni így előre 2 hónappal? Hát én most igazából egy kicsit várnék ezzel, legyen ez meglepetés. Én csak megpróbáltam. Az már olvasható, hogy a színpadkép is változni fog, és igen, két teljesen igen. Különböző koncertet látott a közönség. Tehát 13-án visszamegyünk a 80-as évek világába, amikor is ezt az egészet annak idején kezdtük, illetve folytattuk. Mint díszletekben, mint világításban, mint technikában, mint látványban, és 14-én pedig napjainkban érünk bele a mobilmániával, ahol megjelennek a LED falak, a LED lámpák, a robotlámpák, a világító színpad, a hidraulikák, és sok-sok olyan minden, ami a két koncert, aki valamelyiket kihagyja, valamit biztos, hogy veszíteni fog, ezt most mondom. Ne felejtsük el Szijjártó Zsolti nevét, mert hogy új taggal bővül igen, a Mobilmánia. Mit érdemes ő róla tudni? Nekem régi álmom válik ismét valóra, hogy a Mobilmániának alaptörekvése volt, hogy 2 gitáros legyen. Aztán nem találtunk olyan gitárost, aki hogy 2 nagyon jót, 1 nagyon jó van most Nusszal Ernő személyében, de én azt szeretném, hogy egy ilyen kvalitású gitáros, mint Szijjártó Zsolti, aki a Kárpátiából kilépett, és január 1-től hivatalosan is leigazol a Mobilmániában, mint gitáros, így együtt csinálják azt a posztot, meg 2 eszeveszett jó gitárosról van szó, amikor is a rock zenében, a hard rock zenében a 2 gitár megjelenik, és a Hammond orgonával együtt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kuriózum a mai világban, plusz az énekesünk Gamszárki szintén eszeveszett jó gitáros, tehát lesznek olyan poénok és olyan lehetőségek az új lemezen is már, ahol 3 gitár szólal meg, Hammond orgonával, valamint a dobbasszus Donászi Tibi Kékesi bajnok Lassi személyében. Hát sok sikert kívánunk akkor a felkészüléshez is, és akkor a januári dupla bulihoz. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, és várlak benneteket. Köszönjük szépen.